Minden év második hónapja, második hete, második napja a biztonságos internetnapja, melynek célja, hogy felhívja az internethasználók figyelmét a világháló használatának veszélyeire. A pápai rendőrkapitányság évek óta szervez erre a napra programot, sőt az egész hetet az internet biztonságos használatának szenteli. Idén több pápai és vidéki iskolába látogattak el, de egy nyugdíjas klubot is felkerestek jó tanácsaikkal. Február 5-én a világnapon a közgáz kollégistáinak tartott előadást a PRK szakembere. A pápai rendőrkapitányság illetékességi területén az internethez kapcsolódó bűncselekmények közül a csalás a legjellemzőbb. Ezek közül is az internetes vásárláshoz kapcsolódó eset a legtöbb. Már mindenki előszeretettel használja az internetes rendelést, nagyon kényelmes, nagyon egyszerű, csak nagyon sok esetben a megvásárolt vagy megrendelt termék nem érkezik meg, vagy rossz minőségű termék érkezik, vagy nem az, amit mi szerettünk volna. A legnagyobb veszély abban rejlik, amikor előre utaljuk a pénzt, és például bankkártyával fizetünk. Nagyon sok esetben ennek nem csak az lehet a következménye, hogy az előre utalt pénzünkért nem kapunk semmit, vagy nem azt kapunk, amit megrendeltünk, de lehet, hogy pár hónap múlva azzal szembesülünk, hogy még a bankkártya adatunk is illetéktelen személyhez került, nem egy olyan feljelentést tesznek a pápai rendőrkapitányságon, amikor valaki mondjuk egy éjszaka leple alatt szembesül azzal, hogy 3 tranzakciót is végrehajtottak a bankkártyájával, holott ő az ágyában aludt. És a bankkártya sem került ki tőle. Az internetes csalások mellett még találkozunk azért online zaklatásokkal. Általában ezeknek az alapja valamiféle megromlott párkapcsolat, amikor az egyik fél nem akarja elfogadni a szakítást, és akár fenyegető üzenetekkel bombázza az internetes oldalak segítségével a volt partnerét, de akár becsületsértő vagy rágalmazó megjegyzéseket is közzétehetnek a világhálón, ami szintén bűncselekményt valósít meg. Az internetes bűncselekmények jelen vannak a mindennapokban, de számuk nem növekszik arányosan a világháló terjedésével. Nem gondolnám, hogy folyamatosan emelkedik az internetes bűncselekmények száma, mindig vannak, évről évre a hasonló jellegűek, ahogy említettem, inkább az internetes vásárláshoz kapcsolódó bűncselekmények azok, amik évről évre jelen vannak. Az online zaklatással, becsületsértéssel, rágalmazással kapcsolatos bűncselekmények száma a térségünkben nem nagy, viszont azt is el kell mondani, hogy ezek a bűncselekmények nagyon gyakran látenciában maradnak, hiszen van, aki nem is tudja, hogy ez egy bűncselekményt valósított meg, és nem fordul a rendőrséghez. A biztonságos internet napján a közgáz diákjainak tartott előadást Császárné Elek Veronika alezredes, aki többek között a világhálóhoz kapcsolódó jogsértésekről is szólt. A fiatalok esetében elsősorban a közösségi oldalak veszélyeit érdemes megbeszélni, hiszen egy fiatal nem csak egy, hanem több közösségi oldalon is jelen van napi szinten, és ezek a közösségi oldalak bizony hordoznak veszélyeket. A közösségi oldalakra nagyon gyakran a fiatalok fotókat, videókat töltenek fel, különböző kommenteket tesznek közzé, sőt a közösségi oldalakon keresztül már egymással társalognak, csoportokat hoznak létre, a csoporton belül osztják meg egymással a gondolataikat, és azért érdemes a fiataloknak elmondani, hogy mind a fotó, mind a videó feltöltés, vagy egy-egy nyilvános bejegyzés bizony, ha nem olyan, ami mások számára is elfogadható, akkor akár jogsértő magatartást is megvalósíthat. Gondolunk itt arra, hogy azért az online zaklatás jelen van a fiatalok körében, lehet, hogy ez csak egy gúnyolódó megjegyzés, egy rossz májú kommentet jelent, de van, amikor már fenyegetésbe is átmegy, és van, amikor egy fiatalnak megmérgezi az egész életét, megmérgezik ezek a rossz indulatú hozzászólások. Ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy mindenképpen le kell tiltani az illetőt, és akár rendőrséghez is lehet fordulni egy-egy fenyegető bejegyzés kapcsán. Veszélyforrást jelenthetnek a feltöltött fényképek, videók is, hiszen ha egyszer felkerülnek a világhálóra, már nem tüntethetők el onnan.
ezek a fotók bárhova rakjuk az egész világon. Jelen lehetnek, és ezeket a fotókat bizony már nem tudjuk levenni, hiszen bárki pillanatok alatt elmentheti, és lehet, hogy 10-20 év múlva köszön majd vissza egy-egy olyan fotó, amit nem is szerettünk volna megosztani a világhálón. Illetve a fotók esetében még a fiatalokban az nem tudatosul, hogy nagyon sokan rosszindulatú céllal is felhasználhatják ezeket a fotókat, tehát nem kívánatos oldalakon is viszont láthatják ezeket a képeket, és hogyha ráadásul a kép mellé a fiatal az interneten közzétesz minden személyes adatát, a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, a lakcímét, akkor bizony személyiséglopás áldozatává is válhat. A fotófeltöltésnél arra is ügyelni kell, hogy a képen szereplőknek hozzá kell járulniuk a kép nyilvánosság előtti megjelenéséhez. Ugye a selfie alapvetően egy magunkról készített fotó, de amikor a selfit elkészítjük, lehet, hogy a háttérben mások is vannak, olyanok, akik nem biztos, hogy szeretnék a világhálón magukat látni. Vagy éppen egy fotót másról is készítünk, mi előnyösen nézünk ki rajta, úgy gondoljuk, hogy ennek helye van a világhálón, de lehet, hogy a társunk nem szeretné ezt viszont látni. Hát mindenképpen meg kell kérdezni az ismerőstől, hogy feltehetem-e a fotót, amint te is szerepelsz, illetve amikor szelfit készítünk például egy rendezvényen, mindig ügyeljünk arra, amikor elkészült a kép, hogy a háttérben idegen személy ne legyen rajta. Vágjuk ki, azon csak mi legyünk, és akkor már természetesen semmi akadálya, hogy felkerüljön a világhálóra. Ugye a videókkal ugyanez a helyzet, készítünk egy videót egy szórakozó helyen, azért illik megkérdezni a többieket is, hogy vállaljátok-e, hogy ezt a videót például feltegyük a Facebookra vagy egyéb közösségi oldalra. Berta Nikoletta, a közgáz végzős diákja, minden nap használja az internetet. Ezen tartja a kapcsolatot barátaival, ismerőseivel, de a tanuláshoz is segítséget nyújt számára. Mint mondta, az előadás sok hasznos információt adott neki a világháló veszélyeiről. Hallottunk a biztonságos internet használásról, például arról, hogy ne adjunk meg személyes adatokat, vigyázzunk a zaklatókkal, hogy mi számít zaklatásnak, mire kell odafigyelni. Hasznos tudnivalókat, új információkat is hallottál? Igen, volt benne olyan is, amiről már hallottunk, viszont nagyon sok új információt kaptunk, és szerintem ez elég hasznos előadás volt. Neked mi volt, vagy számodra mi volt a legérdekesebb, vagy a legmegdöbbentőbb info, amit mondjuk eddig nem vettél figyelembe, vagy nem ismertél? Hát például a telefonszámok megadása, én erről nem is tudtam, hogy az is személyes adatnak számít, és mostantól körültekintőbb leszek ez ügyben. A pápai rendőrkapitányság a biztonságos internet napja kapcsán egész héten át erről a témáról tartott előadásokat. Ugye az internetes tájékoztató foglalkozásaink nagyon kedveltek, akár az általános iskolások, akár a középiskolások körében, és az a tapasztalat, hogy a fiatalok nagyon sok olyan példát tudnak nekünk elmondani, ami már velük történt meg, vagy a szüleikkel, vagy a nagyobb testvérekkel, és ebből is mindenki tanul. És az a jó, ha más kárán tudunk tanulni, tehát nekünk rendőröknek is fontos, hogy összegyűjtjük a jogeseteket, azt megosszuk a lakossággal, illetve nagyon szívesen vesszük egy-egy iskolai foglalkozás alkalmával, ha maguk a diákok számolnak be a rossz tapasztalatokról, hiszen így a társaik tőlük is tudnak tanulni. Nagyon bízunk abban, hogy hasznosak ezek az előadások, nagyon sok pedagógustól kapunk pozitív visszajelzést, akik azt mondják, hogy nem csak a gyerekek számára voltak hasznosak ezek a tanácsok, hanem egy felnőtt számára is, mert hallottak olyat, amiről egy laikus nem is gondolta, hogy ennek buktatói vannak. A PRK nem csak ehhez a kiemelt naphoz kapcsolódva tart tájékoztatót minden korosztály számára, hanem az év többi időszakában is ad jó tanácsokat az internetezőknek. Sikeres 2018-as évről számolt be decemberi évértékelőjében a Veszprém megyei kormány megbízott. A stúdiónk vendége Takács Szabolcs, akit tisztelettel köszöntök. És köszöntöm a Pávot televízió nézőit, kész csókolom. Többek között a 2018-as év értékeléséről beszélünk, illetve a tavalyi év újdonságairól. Milyen volt az elmúlt esztendő, hogyha nagyon röviden kellene értékelni? Mi az, amit mindenképpen meg kell említeni az elmúlt évből, akár újdonságok terén, akár az értékelés szempontjából?
Ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, akkor azt kellene talán mondanunk, hogy a kormányhivatalok 2011-es indulása óta azokat a célokat, amit kitűztünk magunknak, azok sikerült elérni 2018-ra. De hogy ne legyek ennyire rövid, ha néhány dolgot ki szeretnénk emelni, akkor talán az a jó, hogy mind a 10 járáshivatalunk megelőértséggel, az állampolgárok megelőértségére végzi a munkáját, 14 kormányablakunkban pedig az ügyfélfogadások menete, gyorsasága, az a kitöltött elégedettségi kérdőívek alapján azt mondható, hogy az állampolgárok számára messze menőkig elfogadható, sőt jónak ítélik, sőt én azt gondolom talán azt, ha azt mondjuk, hogy 97%-os az elégedettség a kérdőívet kitöltők körében, akkor azt mondhatjuk, hogy kiváló minősítést kapta a kollégáink. Itt általában rugalmasságra, gyorsságra és szakszerű felkészült ügyintézésre kell gondolni. Én ennek nagyon örülök, és azt gondolom, hogy ez volt az egyik legfontosabb cél, hogy ezt elérjük, és elérjük azt a kormányhivatalok kialakításával, hogy területi közigazgatási szinten ne kelljen egy állampolgárnak több hivatalt is felkeresnie, több helyre mennie, ha ügyet akar intézni, egy helyen tudja ezt elintézni. Ezek megvalósultak, és 2018-ra nagyon sok olyan állami ingatlant fel tudtunk újítani, amely vagyonkezelésében, tehát kormányhivatal vagyonkezelésében működik. Ezáltal kevesebb adóforintból tudjuk működtetni ezt a kormányhivatali rendszert megyei szinten, és összességében 2014 óta például 22 bérelt ingatlanból költöztünk ki, ami közel 300 millió forintos megtakarítást eredményez, tehát nagyon-nagyon komoly sikerekről, eredményekről tudunk beszámolni, de mégis a legfontosabb az állampolgári elégedettség, az ügyfél elégedetten távozzon, akkor azokról a találkozásokról, ami közel 1,5 millió volt az elmúlt évben, annyi szó találkoztunk az ügyfelekkel, az állam és az állampolgár kapcsolatát illetően. Ahogy a pápai kormányablakban, ugye a megye összes kormányablakában 10 perc alatt van a várakozási idő, tehát ez elmondható általánosságban a kormányablakok ügyintézés idejéről. Igen, az a 97%-os elégedettségi mutató az azt jelenti, hogy 97%-ban elégedettek az állampolgárok, és nyilván mindig van olyan valami probléma vagy gond, ami éppen fellépett egy egyedi ügy esetében. Azonnal orvosoljuk, azonnal megoldást keresünk rá, és ha a megye bármelyik kormányablakában, vagy akár más ügyfélfogadási téren, tehát akár az népegészségügy feladatellátása, vagy az építéshatóság feladatellátása közben lép fel valami olyan probléma, vagy gond, amelyet azt gondoljuk, hogy orvosolni lehet, és meg tudjuk állapítani, hogy hogyan lehetne jobbá tenni, akkor mind a 10 járás területén ezt nyilván egy vezető érkezetet követően egységessé tesszük és orvosoljuk, úgyhogy ez mindenütt így működik. Tehát akkor ez így van a gyakorlatban, hogy kevesebb, mint 10 perc. Ezt egyébként úgy hallottam, hogy szeretnék még csökkenteni. Mivel, hogyan, milyen módon? Igen, próbálkozunk még továbbra is azzal, hogy még jobban csökkenjen az ügyfélforrása fordított idő, és az embereknek a dolgos napjaiból, hétköznapjaiból, vagy egyáltalán a szabadidejükből lehető legkevesebbet kelljen várkozással tölteni, főként a kormányablakokban, vagy a kormányhivatalok ügyfélforrási terein. És itt a ügyfélfogadás talán az a gyorsítható még, hogyha valaki időpontot foglal és időpontra érkezik, hiszen akkor teljesen pontosan és biztosan arra az időpontra, amikor megérkezett, akkor ő neki egy ügyintéző a rendelkezésre fog állni és az ügyét el fogja tudni intézni. Ezt megteheti a 18-18-as kormányzati ügyfélvonalon, megteheti személyesen, de ha valaki rendelkezik ügyfélkapuval, akkor az ügyfélkapuján keresztül természetesen szintén kérhet időpontot. Ez azt jelenti, hogy a rendszer egy ilyen számítástechnikai program gyakorlatilag a sorszámot húzó ügyfelek közé beiktatja, beszúrja úgymond egy időponttal azt az ügyfelet, aki időpontot kért, és arra az időpontra érkezve azonnal intézzük az ügyét. Vannak egyébként olyan ügyek, amikor érdemes időpontot kérni? Én azt gondolom, hogy, és azt talán most a tényként elmondható dolog, hogy alacsony százalékban veszik igénybe az állampolgárok az időpontfoglalást. Ezt talán azért teszik, mert az átlag is, mondhatjuk, az átlag várakozási idő is 10 perc alatt van. Tehát nem annyira érdemes, és talán nem annyira fontos már számukra. Ezt a 5-10 percet én azt gondolom mindenki úgy rászánja, megszokta, és talán ha visszagondolunk a régmúltra, akkor volt ennél sokkal hosszabb várakozási idő is, és több-több hivatalban, így aztán az emberek tényleg elégedettek ezzel már. Talán ezért nem veszik igénybe, bár én mindenkit továbbra is arra buzdítok, hogy vegye igénybe az időpontfoglalást is. Én azt mondanám, hogy ugye bármely ügyben lehet időpontot foglalni, tehát nem emelnék ki különleget, hogy melyikre érdemes. Inkább azt mondanám, hogy melyikre nem érdemes, és talán az okmányok átvételét érdemes itt megemlíteni. Amikor elkészült egy személyi okmány, vagy akár gépjármű okmány, ott arra nem is lehet időpontot foglalni, hisz az tényleg egy elkészült okmány átadás átvételéről szól, 2 percben megtörténik. Kicsit térjünk át egy másik témára, ugye a kormány az elmúlt esztendőben nagyon sokat beszélt az ország gazdasági fellendüléséről. Ez érezhető a régióban is, gondolom. Milyen módon? Igen, igen, ennek nagyon örülünk. Hát ugye általában mi a foglalkoztatási főosztályunkon keresztül, illetve minden járásban itt Pápán is működő foglalkoztatási osztály mutatóink keresztül látjuk azt, hogy milyen nagy mértékben csökkent mondjuk az álláskeresők száma.
A megyei álláskeresési index az mindig az országos átlag alatt van, tehát az országos átlag most valójában 5% körül van, vagy az alatt, a megyei átlag pedig 3-3,5%, itt Pápán ez 2%. Az látható, hogy a gazdasági fellendülés, az erősödés és 2010 óta tartó kormányzati intézkedések hatására bővülő gazdaság, erősödő gazdaság, az ténylegesen mutatja hatását a foglalkoztatási osztályunk működésével, munkájához kapcsolódóan is, hiszen a kollégáinkat jóval kevesebben keresik fel, hála Istennek, és már nem látni azokat a kigyózó sorokat, amelyek talán a korábbi kormányzatok 2015-i munkájának eredményeként még láthatóak voltak. Mára inkább munkaerő hiányról beszélgetünk, és inkább különböző támogatásokkal próbálunk segíteni a munkaadóknak a tekintetben, hogy minél több ember tudjanak foglalkoztatni. Melyek ezek a támogatások? Itt inkább arra kell gondolni, hogy bértámogatás, bérjellegű támogatás, munkahelyteremtő támogatások, beruházást összöző támogatás, amely szintén foglalkoztatáshoz köthető. Tehát általában azt szoktuk mondani, hogy bértámogatást az kaphat, illetve azon a szabályban, hogy aki az elmúlt 6 hónapban meglévő foglalkoztatotti létszámát emelni tudja, statisztikailag is, arra kaphat bérjellegű támogatást, és vannak beruházáshoz kapcsolódó támogatásaink, ez is egy támogatási forma, és van olyan is, aki vállalkozóvá kíván válni, mondjuk korábban egy másik munkahelyről azt mondja, hogy kívánna és szeretne egyedül önállóan egy vállalkozást indítani, ott vállalkozóvá válási támogatásról beszélünk, tehát nagyon-nagyon sok formáját tekintve állunk rendelkezésre ügyfeleknek, állampolgároknak, munkaadóknak, úgyhogy bátran keressék a foglalkoztatási osztályon dolgozó kollégáinkat. Mennyire jellemző egyébként az a régióra, ami Pápára eléggé, hogy a nagyobb cégek nem is a városból, nem is a város környékéről, hanem már külföldről hoznak munkaerőt? Én azt gondolom, hogy ez egy általános tendencia, és talán Nyugat-Magyarországra jobban jellemző, mint az ország más részeire. És nem mondható az, hogy ez Pápára vagy Veszprémre egy speciális és egyedi helyzet lenne. A környező megyékben ugyanolyan problémával küzdünk, mint itt Pápán. A nagy cégek, amivel szembesülnek, vagy a már Veszprém megyeszékhelyen, amivel találkoznak a nagy cégek. Ehhez kapcsolódóan én azt látom, hogy egyre nagyobb szükség van majd a különböző munkásszállások kialakítására, és egyre nagyobb szükség van majd arra, hogy a nagy cégeknek mi is segítséget nyújtsunk abba, hogy hogyan tudnak esetlegesen az ország más pontjairól, vagy az országhatárokon kívüli magyarság köréből munkavállalókat csábítani a egyes városokba. A Veszprém megyei kormányhivatal nem csak ilyen esetekkel foglalkozik, hanem például szervezés programokat, többek között pápai, illetve veszprémi székhelyjel a pályaválasztási kiállítást. Ez miért fontos? Hány éve zajlik ez, és mennyire sikeres ez az esemény, ez a rendezvény? A kormányhivatal kezdetektől fogva, tehát 2011-es megalakulása és működése óta évről évre folyamatosan megszervezi a pályaválasztási kiállítást. Ennek Veszprém és Pápa állandó helyszíne mindig, emellett még közben Tapolcán, Ajkán is szoktunk szervezni, de ott nem minden évben. Pápa az egyik legnagyobb, illetve területi terjedését tekintve a legnagyobb járásunk Veszprém mellett. Így aztán itt ez mindig egy olyan helyszín, amelyre szívesen érkezünk és szívesen szervezünk, hisz Pápán érdemes programokat szervezni, mert a általunk szervezett programokon is sokan vesznek részt. A pályaválasztási kiállításunk pedig a 8. osztályos diákoknak szól, pályaválasztás előtt álló gyermekeknek, középiskolai érettségi előtt álló gyermeknek, hogy választhassanak a felsőoktatási intézmények közül, és nem csak egy pályaválasztási kiállítás keretében egy alkalommal szoktunk ott lehetőséget teremteni arra, hogy egyáltalán tájékozódjanak arról, hogy egyes felsőoktatási intézmények milyen lehetőségeik vannak, és milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak, hanem egy kiadvány formájában is hozzá szoktuk segíteni őket, mert minden Veszprém megyei középiskolába készülő 8. osztályos ingyen megkap tőlünk. Ennek a programnak egyébként le tudják szűrni a sikerességét? Milyen módon? Ennek a programnak a sikerességét azon szoktuk leszűrni, hogy ott egyedi visszajelzések milyenek, illetve azokkal a pedagógusokkal tartják kapcsolatot a kollégáink, akik a gyermekeket, a általános iskolás diákokat elhozzák ezekre a pályaválasztási kiállításokra, és ott az ő visszajelzéseik alapján, mivel azt mondják, hogy mindig örömmel jönnek, nagyon-nagyon örülnek annak, hogy egy helyen egyre több középiskolai lehetőségről tájékozódhatnak, és dönthetik el ott, és hasonlíthatják össze egyik pulttól a másik pultig nagyon gyorsan, egy nap alatt, rövid idő alatt a szüleikkel együtt az, hogy melyik milyen lehetőséget nyújt. Vágyják, szeretnék, és ezért szervezzük évről évre, mert igény van rá. A beszélgetésünk elején szóba került a gazdaságos működés, illetve az energetikai korszerűsítése a Veszprém megyei kormányhivatal épületeinek. Pápán is a járásban ez milyen módon valósult meg? Illetve, hogyha jól tudom, akkor a 2019-es esztendőben is lesz majd fejlesztés.
Igen, 2017-ben fejeződött be Pápán a Környezeti Energetikai Hatékonysági Operatív Program, ez a KEHOP programban három épület felújítása is, a Széchenyi István utcában, illetve a Fő utca 12 számlati árshivatal székhelyén, valamint a földhivatala Kisligetben volt az a három ingatlan, amelynek a megújítása, felújítása, nyilászáró cseréje, vagy éppen a födém hőszigetelése megtörtént, és azáltal ugye csökkent a rezsiköltségünk mind három ingatlanban. Ez azt jelenti, hogy megtakarítottunk jó néhány adóforintot, és kevesebből tudjuk működtetni a területi közigazgatást, és ez is a cél. Egyrészt az, hogy gyorsabb, hatékonyabb legyen, másrészt pedig, hogy olcsóbb legyen, mint korábban volt. Tehát ezek a fejlesztések, ezek itt több százmillió forintos értékben akkor megvalósultak, átadásra kerültek az ingatlanok. Tovább folytattuk, ugye, ahogy említettem, 2018-ban talán az interjú elején mondtam, hogy néhány ingatlanból kiköltöztünk, ezt számosítva, hogy mondtam, hogy 22-ből. Pápa járásban, Pápa városát érintően egy ingatlanról beszéltünk, itt a Közép utcából költöztünk el, a népegészségügyi osztályunk, az a Széchenyi utcába költözött, és ott, mivel ott volt hely, ott most egy teljes kihasználtságú ingatlanról beszélhetünk. De 2019-ben, hogyha már egyszer átköltöztünk oda, és azt mondtuk, hogy a kihasználtságot 100%-ra növeljük, akkor azt az ingatlant a kormányhivatal a saját költségvetéséből fel is újítja. Ott a nyilászárók cseréje megtörtént egy Európai Uniós projekt keretében, ott mi a homlózat felújítását, a belső udvar aszfaltozását, illetve a kerítésnek a felújítását, a belső irodák festését, azt mindet megtesszük most 2019-ben, és ez a felújítás már éppen folyamatban is van. Támogatásokról is beszéltünk a munkaadók, illetve a munkavállalók felé, viszont egy másik támogatás is él január 1-től, ez pedig az otthongondozási díj. Hogyan változott ez? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kormányzati intézkedés volt ismételten, amely jogszabályi formát öltött, és január 1-től rendelkezésre áll mindazok számára, akik olyan gyermeket ápolnak, akik önállóan nem képesek gondoskodni önmagukról. Ez a gyermekek otthongondozási díja. Korábban az ápolási díjként, az ápolási díj egyik formájaként jelent meg, és 50 ezer forint körüli nagyságrendben részesültek támogatásban azok a szülők, akik ilyen gyermeket neveltek, vagy azok a felnőtt személyek. Január 1-től a nálunk ápolási díjban részesülőket automatikusan átforgattuk, tehát mindenki, aki korábban jogosult volt erre az ápolási díjra, az most otthongondozási díjban részesül, és ez már 100 000 forintos mértékű január 1-től, és az újabb igényeket pedig folyamatosan bíráljuk el. Én itt is arra bújtatok mindenkit, hogy akinek erre szüksége van, bízom benne, hogy egyre kevesebben lesznek, akinek erre szüksége van, de akinek igen, az keressen fel minket bátran, keresse a járáshivatal kollégáit, és akkor meg fogjuk tudni állapítani, és fogjuk tudni nekik adni ezt a 100 000 forintot minden hónapban. Lesz a 2019-es esztendőben a Veszprém megyei kormányhivatal részéről valami újdonság? Vannak-e új célkitűzések az idei esztendőre? Hát az idei esztendőre mondható, hogy újként számoltunk be talán a Facebook oldalunkról, ami 2018 évén kezdte meg a tevékenységet, vagy jelentünk meg talán a Facebook oldalon, mint Veszprém megyei kormányhivatal. Én ott is azt mondanám a pápaiaknak is és a pápa környékének is, hogy figyeljék a Facebook oldalunkat, mert nagyon sok olyan információ áramlik talán ott is, és nagyon sok olyan hírt próbálunk ott is közölni és eljutatni az állampolgárokhoz, amely máshol nem biztos, hogy megtalálható. És 2019-es évben van egy olyan kiadványunk, éppen már készítés alatt, talán mondhatnám azt is, hogy a nyomdai előkészítés utolsó munkái zajlanak, amelyet szeretnénk mindenképpen bemutatni márciusban. Ez a Vigyázzunk rád a Balatonon 2018-as kiadványhoz kapcsolódóan, Vigyázzunk rád a Bakonyban. Pápát, pápa környékét talán ez még jobban érinti, sőt ez érinti igazán, ha Balatonhoz kapcsolódóan gondolkozunk, ez szintén egy háromnyelvű kiadvány lenne. Elsősorban diákoknak, gyermeknek szól, de rajtuk keresztül természetesen felnőtt kísérőknek, szüleiknek. Azt gondolom, mindenkinek hasznos információt tartalmaz túrázás előtt a Bakonyban való kirándulások alkalmával. Három nyelven fog elkészülni, ahogy említettem, és ingyenesen fogjuk eljutatni minél több turinformirodába, járásszékhelyekre, kormányablakokba, és a bemutatója az márciusban meg fog történni. Illetve, ahogy én azt gondolom, 2018-ban is jótékonykodtunk, vagy cipősdoboz akcióval például kedveskedtünk jó néhány olyan gyermeknek, aki nem családokban él, hanem esetlegesen nevelőszülőknél, vagy éppen gyermekvédelmi intézetekben, vagy gyermekvédelmi központokban. Ezt 2019-re is tervezzük, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden olyan pozitív dolog mellé, amely mellé a kormányhivatal a feladatai mellett és a területi közigazgatási mi voltából fakadóan hozzá tud csatlakozni, azt csatlakozni fogunk. Ilyen lesz a véradás és az önkéntes véradás, azt is mindig szervezzük minden évben két alkalommal. A kollégáink több százan adnak vért, és igyekszünk ebben is segítségre lenni mindenkinek, illetve defibrillátorokat akarunk kihelyezni. Áprilistól biztos vagyok benne, hogy mindenütt működni fog ez is. Most éppen a kollégák képzése folyik minden egyes ügyfélfogadási helyen, két kolléga képzése meg fog történni, akik ezeket a készüléket szakszerűen fogják tudni használni, de reméljük, hogy nem lesz szükség a használatukra.
Köszönjük szépen, hogy itt volt, hogy ezeket elmondta, és a nézők is láthatták, hogy milyen széles körül az önök tevékenysége. Én köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Több díjat is kapott az elmúlt esztendőben a Várkert Termál Camping. Magyarország egyetlen 5 csillagos kempingje minden évben jól teljesít, legyen szó szakmai értékelésről, vagy a vendégek véleménye alapján összeállított rangsorról. A pápai pihenőhelyet a német ADAC idén először beválasztotta Európa 4 legjobb kempingje közé. A rangos elismeréssel többek között egy nemzetközi kiállításon való részvétel is jár. Évről évre több nemzetközi díjat birtokolhat a Várkert Termál Camping. A 15 éves fennállás alatt azonban az idei év az, amikor az összes díjat megnyerték, amit egy ilyen jellegű létesítmény megnyerhet. Tudtuk meg Dekovics Ódor Noémitől, a camping vezetőjétől. A német ADAC kitüntetése, a DCC Európa Prize-a, amit 4 európai camping kap meg minden évben, és ebből most az egyik a pápai camping, a holland ANVB, valamint a Camping Info. Ezek közül van olyan, ami szakmai elismerés, illetve van olyan, ami kizárólag vendégelégedettség alapján. A Camping Info például ilyen, 22 ezer európai camping van fönt a Camping Info oldalán, 24 nyelven, ebből 226 magyar, és az idei évben, meg eddig egyáltalán legelőször is a pápai camping lett Magyarország legjobb campingje. Mi ezt az elismerést már 7. alkalommal kaptuk meg, az első 100-ba bent vagyunk, ez azt jelenti. 16 millió látogatója van az oldalnak. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb elismerés a vendégek részéről, ami jöhet. A szakma legrangosabb elismerését első alkalommal kapta meg a pápai létesítmény 3 másik európai kemping mellett. Ez Németországban az Esseni vásáron kerül ez a díj átadásra. Erre természetesen mi is meghívást kaptunk. Ez február 20-a és 25-e között kerül megrendezésre. A díjnyertesek azt a díjat is kaptak még hozzá, hogy részt vehetnek a vásáron, nagyon előkelő standon, úgyhogy mi élünk ezzel a lehetőséggel, utazunk, és nem csak, hogy a díjat átvesszük, de próbáljuk népszerűsíteni Magyarországot, a várost, kempinget, a fürdőt, megtesszük a tőlünk telhetőt. A Termál Camping pápa és a 3 másik díjazott egy népszerű katalógusban is szerepelnek. A leírásban nem csak a létesítmény, hanem a város és a környék nevezetességei is helyet kaptak. Kértek tőlünk képeket. Én a város együttműködésével közösen körülbelül 300 képet bocsájtottam a DCC rendelkezésére, amiből aztán ők maguk válogatták ki, ami már megjelent az újságban, illetve a kiállítás ideje alatt folyamatosan filmek, illetve mozgóképek fognak futni a háttérben. Hát én gondolom, hogy oda is gyönyörű képeket válogattak belőle. Magában a szerkesztésben nekünk nem kellett részt venni. A kempingeket komoly szempontok alapján bírálják el. Ugye minden inspekciónak, akik jönnek és nézik a kempinget szakmai szemmel, megvannak a feltételei. Ezek leggyakrabban a magát a kempinget, illetve a fürdőt egy egységként, hisz a kemping önállóan kevés lenne. Nagyon nagy vonzerő itt a Várkert fürdő mellettünk. Megnézik magát a kempinget, hogy rendezette. Megnézik a parcellákat, mekkora hely és hogy áll rendelkezésre, milyen szolgáltatásokkal, illetve a vizes blokk, hogy mennyi zuhanyzó, mennyi WC, azok milyen állapotban vannak. Tehát mindent megnéznek az utolsó pontig, a tisztaságot, hogy fogadják a vendéget, hogy itt kempingen belül milyen programokat kínálunk a vendégeknek. Szóval ez egy nagyon komoly dolog, és az inspektorok nem is engedik, hogy mi ebbe belefoljunk, úgyisten igazából, nekik megvan a kis lista, hogy mit kell megnézni, megadják az ő általuk pontokat, tehát hogy mondjuk van 8 WC, csak egy példa, a 10-ből ő beírja, hogy 8. A pontot majd a legvégén a rendszer kidobja. És akkor így adódik, hogy hányadik helyen, és hogy milyen minősítést kapunk. Tehát már nincs arra lehetőség, hogy a kedvességünkkel esetleg befolyásoljuk az inspekciót. Tehát ez a része fontos, mert a szakma is számon tart minket, és elismer. A másik az, hogyha egy ilyen katalógusba egy magas minősítéssel bekerülünk, a kempingezők ezeket a katalógusokat úgy forgatják, mint egy bibliát. Tehát ők ebből keresik ki azt, hogy hova mennek, miért mennek, megnézik a fórumokat, ki mit ír rólunk. És sajnos az a tapasztalat, hogyha egy fórumon egy negatív bejegyzés van,
akkor kell utána 5 pozitív, hogy visszajussunk arra a szintre, ahonnan mi elindultunk. A kemping a vendégek elvárásainak is igyekszik megfelelni. A tavalyi évben például felmerült az igény, hogy a vizes blokkokban kézizuhanyzók is legyenek. Az idei esztendőre ez meg is valósult. Parcellákat alakítgatunk, hogy minél kevésbé legyen probléma az esős időjárás. Lemurvázzuk őket, hogy a nehéz lakóautók azért ne süllyedjenek el, mert sokszor problémát jelentett. A nyári programokba próbálunk egy kicsit mindig bővíteni. Az idei évben, mivel 15 évesek vagyunk, egy komolyabb programsorozatot tervezünk, amit majd időben természetesen a megfelelő portálokon reklámozunk, és tehát ez vonzerő, de azt gondolom, hogy ez a DCC Europa Prize az idei évben a legnagyobb, ami majd megemeli itt az eltöltött vendégészakánkat, ami óriási mértékben nő évről évre. Tehát 2004-ben nyitottunk, pontos adatot nem tudok mondani, de egy néhány száz, 2005-6, tehát az a környéke. 2018 év végét 34.900 eltöltött vendégészakával zártuk, ami nagyon komoly eredmény. A Várker Thermal Camping 2019-ben március 1-én nyitja meg kapuit a pihenni vágyó magyar és külföldi turisták előtt. Napjainkban új szakmák jelennek meg, hagyományos mesterségek tűnnek el, gyorsan változnak a trendek, így egyre nehezebb dolguk van a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. A döntéshez segítséget jelent az információ és a tájékozottság, ezért a Református Gimnázium pályaorientációs napján számos szakterületről hívtak vendégeket. Az előadások érintették a bölcsész és gazdasági, informatikai területeket is, a képzőművészetisek pedig egy filmrendezővel találkozhattak. A pályaorientációs nap célja, hogy a diákok minél megalapozottabban és időben készüljenek fel a pályaválasztásra. A köznevelési törvényben előírt rendezvény programját a Refiben a teljességre törekedve állították össze. Filmrendezőtől a századosig mindenki előfordul ezen a palettán, hiszen maga az iskola is képzésében is ugye egy színes rendszer a képzőművészek és a táncművészek miatt, tehát nyilván, hogy még szélesebbre lehet nyitni ezt a világot, és valóban a többi részben pedig mindenféle tudományterületről, egyetem, Széchenyi Egyetemről, Pécsről, tehát a lehető legszerte ágazóban próbáltuk máma megmutatni a fiataloknak, hogy mi mindenből lehet választani ebben a szép kerekvilágban. A veszprémi pedagógiai szakszolgálat pszichológusa arról beszélt, hogy a pályaválasztásnál fontos az önismeret és a munkaerőpiac ismerete is, valamint a tájékozottság. Előadást hallhattak a továbbtanulásról, a pályaválasztásról, a felsőoktatás rendszeréről, illetve egyáltalán az oktatási rendszerről, illetve érdeklődés kérdőíveket töltettek ki számítógépen, ami felméri valamennyire az érdeklődésüket. Nyilván nehéz általános tanácsokat adni, mielőtt egy diák választ, de mik azok a legfontosabb szempontok, amiket figyelembe kell venni ön szerint? Az egyik az az önismeret, hogy legyen tisztában a képességeivel, a jellemzőivel, az érdeklődésével, hogy mi az, amit szívesen csinálna, illetve nyilván az, hogy mik a lehetőségei, akár felsőoktatásban, akár egyetem, milyen képzési kínálat van, az ő pontjai, anyagi lehetőségei azok mire adnak teret. Tapasztalatai alapján a diákok mennyire látnak tisztán akár saját magukat, akár a terveiket illetően, lehetőségeiket illetően? Tapasztalatunk az, hogy sokszor információ hiány van, akár a pályák foglalkozások ismerete hiányos, akár az ő adottságaik, lehetőségeik mennyire illeszthetők össze a továbbtanulás lehetőségeivel, tehát azért szükségük van egy kis segítségre. Ma mik a sztárfoglalkozások? Most idén a szakács az egyik ilyen, ami ugye a főzős műsoroknak köszönhetően nagyon sokan érdeklődnek iránta, de azért ez megint más a felsőoktatásban, más a középfokú oktatásban. Ugye nem mindig a hiány szakma a sztár szakma, tehát hogy ebben is azért vannak különbségek. A képzőművészetiseknek Buvári Tamás filmrendező tartott előadást. Beszélt tapasztalatairól, és tanácsokkal látta el a fiatalokat. Tulajdonképpen arról próbálunk
beszélni és elemezgetjük, hogy a filmrendezés, mint összetett és elég összművészeti tevékenységhez hogyan lehet kapcsolódni különböző művészeti területekről, lásd képzőművészet például. Ugye, mint jelmeztervezés, díszlettervezés, erősen lehet kapcsolódni. Tehát így közelítjük meg, vagy mint zene, vagy előadó művészet, tánc. Ezek hogy épülhetnek a filmbe. Mennyire vonzó ez a diákok számára, hogy látja? Hát szerintem a film az nyilván egy kicsit réteg, már hogy ilyen feladatát tekintve, vagy munka lehetőséget tekintve. Hát összetett dolog ez, és bonyolult egy filmet elkészíteni. Pont emiatt mondjuk például nyilván a felsőoktatásban kevés filmrendezőre van szükség, de hát hogyha van elhivatottság, akkor ez elérhető, akár még egyéb kiegészítő tanulmányokon keresztül is, tehát célzok azzal, hogy nem csak olyan filmrendezők vannak, akik filmrendező szakon végeztek. De ezt mint a filmrendező mondom, tehát ugyanakkor szükség van minden területen, a filmen belül munkatársakra, akár, mint említettem, díszlet, jelmeztervező, vagy zeneszerzőre, vagy előadó művészekre, táncosokra, vagy színészekre, tehát, hogy valamilyen módon biztos, hogy lehet a filmhez kapcsolódni. Hát én azt tanácsolom, igen, mindenképpen, hogy próbálják képezni magukat minél több területen. Hát azt gondolom, hogy a filmrendezőnek az irodalom, a képzőművészet, a zene, a előadó művészet területén otthon kell lennie. Úgyhogy én is ezt így szoktam felfogni, és én is foglalkozok többféle művészeti ággal, és ezt tanácsolnám. A pályaorientációs napon egykori refis diákok is tartottak előadást tapasztalataikról. Bajnok Attila az ELTE-n másodéves magyar történelem tanári szakon. Azt kértem tőlük, hogy mielőtt egyetemet választanak, azelőtt azt gondolják át, hogy az egyetemi bemutatkozások azok mindig nagyon nagy előnyöket sorolnak fel, azonban minden egyetemnek vannak hátrányai, és leginkább ez abban nyilvánul meg, amikor itt elhagyjuk ezt az otthoni közeget, ezt a biztonságot, és azt tanácsoltam nekik, hogy keressék meg az előttük érettségizetteket az adott egyetemről, és én most Budapestről kifejezetten azért jöttem, hogy minden budapesti egyetemen van az évfolyamunkból érettségizett ember, és hogy elmondjam, hogy kik ők, és kit, hogy keressék őket. Te mondjuk, aki az ELTE-re készül, neki mit mondasz? Hát az, hogyha tanárképzésen szeretne részt venni, akkor az ELTE az egy nagyon jó lehetőség erre. Hogyha számít még valakinek az, hogy kik tanítják, illetve milyen színvonalon, akkor nekik javaslom az ELTE-t, főleg a bölcsészkarát, tehát annak a szlogennek, hogy az ország legjobb bölcsészkara, annak megfelel az ELTE, tehát valóban jó a képzése. Úgyhogy én azt mondtam nekik, hogy az alapján, illetve tehát az ELTE-nek a bölcsészkarát, a tanárképzését javasoltam, illetve a kollégiumi elhelyezés, azt gondolom, hogy ez egy nagy probléma, az lehet nagy probléma lehet Budapesten, hogy milyen kollégiumba és hova menjünk, úgyhogy abba segítettem nekik egy-két tanáccsal. És az ELTE-nek mik az árnyoldalai, mert ugye nem csak a szépről kell beszélni. Így van. Hát szerintem az, ami egy refisnek mindig nagy árnyoldala lesz, hogy itt mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenkinek köszön, és ott nagyon könnyen lehet magányos az ember, magányos a tömegben, tehát inkább úgy érzi magát, hogy ott a nagy tömeg, de ő egyedül van. A pályaorientációs napon többek közt a rendőrség és a honvédség szakemberei is részt vettek, valamint több egyetem is képviseltette magát. Ismét országos első helyezést ért el a Türislán Gimnázium a Budapesti Műszaki Egyetem energetikai szakkollégiumának tanulmányi versenyén. Az intézmény minden évben kiváló eredménnyel szerepel a megmérettetésen. Az elmúlt években több dobogós helyezést szerzett a gimnázium, sőt 2013-ban és 2016-ban is elhozták a versenyről az első helyezést. Rendszerint több csapattal indul a Tür az energetikai versenyen, ez idén sem volt másképp. Egy évtizedes hagyomány, hogy a Tür István Gimnázium részt vesz a Műegyetem energetikai szakkollégiumának tanulmányi versenyén, vagyis idén 10-szer indult a pápai iskola a megmérettetésen. 6 csapat nevezett most be az energetika versenyre a Türből.
100 csapat indult a versenyen, ebből mind a 6 csapat bejutott a második fordulóba, a legjobb 20 közé, közülük 4 jutott a 10-es döntőbe, és egyikőjük megnyerte a versenyt. 10 éve kiemelkedően szerepel a Türa megmérettetésen, sok dobogós helyezést elhoztak már türös diákok az energetika versenyről. Első helyezést értünk el 2013-ban, 2016-ban, 3 darab második helyezésünk volt, és 1 darab harmadik helyezésünk. Mi az oka annak, hogy ilyen hosszú ideje már ezen a versenyen elindul az iskola? Miért tartják fontosnak? Azért, mert a fizikai ismereteiket a gyerekek kipróbálhatják a gyakorlati életben, és láthatják, hogy minden napokban is találkoznak fizikai problémákkal, amelyeket átgondolhatnak. A verseny 3 fordulóba lehet, az első részben tesztet kellett megcsinálni, a második részben volt az, hogy egy családnak a családi házát kellett megterveznünk, energetikai szempontból, hogy hasznos legyen. Tulajdonképpen ez volt a verseny a legfontosabb feladat, ez a döntőben is prezentációba be kellett mutatni magas pontszámért. Taferner Zoltán és Mészáros Márton a 12. G-ből, valamint Endrész Balázs a 11. G osztályból alkotta az országos első helyezést elért csapatot. A diákoknak nagyon tetszett a verseny. Tehetséget mér fel inkább, nem is annyira tudást vagy tapasztalatot, mint a például az OKTV, és azért is, mert például labor is van benne, ami szerintem az egyik legjobb feladat volt, hanem a legjobb. Meg hát kétnapos döntő, és érdekes városnézés, üzemlátogatás, ez mind nagyon kellemes volt. Hogyan értékeled az egész versenyt, illetve a helyezéseteket? Hát a helyezéssel egyértelműen meg vagyok elégedve, és a versennyel is, bár volt feladat, amit nehéznek találtunk, a többsége az kifejezetten szórakoztató és könnyed volt. Elsősorban itt a laborgyakorlatot, illetve az ilyen érveléshez hasonló feladatokat értem, amik mindenképpen azt mérték, hogy ott mennyire tudunk alkalmazkodni, és mennyire tudjuk feltalálni magunkat. Mészáros Marcinak is a laborfeladat tetszett a legjobban. Drótokat kellett egymásba dugdosni főleg, és ezzel különböző mérési feladatokat elvégezni, például tolóellenállásnak kellett lemérni az ellenállását, ugye, hogy tologatjuk, hogy mikor mennyi. Ugye rá volt vezetve egy egyenfeszültség, és akkor ez alapján. Aztán például biztosítékot kellett kipróbálni, hogy ugye túl nagy áramerősséget szabadítottunk rá az adott áramkörre, és akkor, hogy milyen gyorsan működik a biztosító, hogy ugye például, hogy mi az a sebesség, ami fölött már nem csapja le a biztosíték. Zoli és Marci már tavaly is indult a versenyen, akkor 3. helyezést szereztek. Balázs azonban új tagként csatlakozott a csapathoz. A tanár úr szervezésével történt az, hogy bekerültem a csapatba. Igazából már más versenyeken is dolgoztam együtt a fiúkkal, és úgy éreztük, hogy érdemes akkor ezen is elindulni, és megpróbálni magunkat. A legnagyobb rész szerintem a prezentációban vállaltam. Nagyon szerettem ezzel a résszel foglalkozni, megismerni azt, hogy egy háznak az energetikai szempontokból hogyan kell megfelelnie, és mit tudunk tenni azért, hogy minél költséghatékonyabban nagyobban tudjunk felépíteni egy házat, amely minden szempontnak megfelel. És külön érdekesség volt, amikor feladták, hogy egy 3 napos áramszünet esetére is meg kell terveznünk az áramellátását a háznak. Először vettél részt a versenyen. Mi volt az, ami legjobban tetszett neked? Én nagyon szeretek a fizikán belül számos feladatokkal foglalkozni, és az első része abból állt a feladatoknak, diagramokat kellett leolvasni, illetve gyorsaságra kellett megoldani különböző feladatokat, és abból például a legjobb eredményt értük el a csapatok közül. Ez egy 2 napos verseny volt először idén, megismerkedtünk kicsit a többi társunkkal is, illetve az egész BMN-nek a hangulatával, de ezen kívül is nagyon sok érdekesség volt, amit meg tudtunk tapasztalni. Például a nagy feszültségű laboratóriumba is belátást nyertünk, ahol villámokkal foglalkozhattunk egy kicsit, amivel nincs lehetőség azért egy ilyen iskola keretein belül sajnos. Az országos első helyezést szerzett diákok értékes informatikai berendezéseket, többek között egy táblagépet kaptak jutalmul. A megmérettetésről a Tür Gimnázium pedig immáron 6. alkalommal elhozta a legeredményesebben versenyző iskola címet. Jelentős múlttal rendelkezik a Munkácsi Mihály Általános Iskola egyik saját szervezésű tanulmányi versenye, a Heitler Lászlóné matematika verseny.
Az intézmény egykori pedagógusának emléke és munkássága előtt tisztelgő megmérettetést idén 32. alkalommal szervezte meg az iskola. Nagy volt az érdeklődés a matek versenyre, több mint 100 tanuló mérte össze matematika tudását és képességeit múlt kedden délután a Tókerti iskolában. Ebben az évben is népszerű volt a Heitler Lászlóné matematika verseny az általános iskolások körében, mondta el a versenyt szervező matematika munkaközösség vezetője. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ismét nagyon sok iskolában nagyon sok gyerek jelentkezett a versenyünkre, összesen 12 iskolából, és közülük 5 járási iskolából versenyeznek a gyerekek. Marcaltőről, Nemesszalokról, Pápateszéről, Pápakovácsiról és Lovászpatonáról hoztak a kollégák gyerekeket versenyezni. Ez a versenyünk első fordulója, több mint 100 gyerek versenyez, és egy hónap múlva lesz körülbelül a második forduló, ahova a körülbelül 5-6 gyerek jut be évfolyamonként, és akkor ismét összemérik a tudásukat, akkor fogunk majd eredményt hirdetni. A versenyen 4. osztályostól 8. osztályos évfolyamig mérik össze tudásukat és képességeiket a gyerekek. Minden korosztály annak a kötelező tananyagnak a tükrében kapja a feladatot, amely az adott évfolyamon éppen fontos. Persze a tantervi tananyagon túlmutat. Nem a megtanult anyagot kérjük itt számon a versenyen nyilván, hanem a tanult problémáknak az alkalmazását, a felismerését más helyzetben, tehát nagyfokú kreativitást igényel a gyerekektől. S hogy milyen dolguk is volt a versenyen a gyerekeknek? Ízelítőül eláruljuk a 7. osztályosok egyik versenyfeladatát. A matematika példa így hangzott. Matematika órán a tanulók szabályos dobókockákkal játszadoztak. Mindenki egy dobókockával dobott 6-szor egymás után, és feljegyezték a kapott számokat. Csak azokat a dobássorozatokat vették figyelembe, amelyekben az első 3 dobás eredményeinek szorzata 20 lett, az utolsó 3 dobás eredményeinek szorzata pedig 16. E 2 szorzatot egymás mellé írva a 2016-os évszámot kapták. Hány különböző dobássorozattal juthatnak el így a 2016-os számhoz? Ez volt a 7. évfolyamosok első feladata. A népszerűségre való tekintettel megkérjük a kollégákat, hogy próbálnak házi versenyt szervezni, amely alapján kiválasztják a 3 legügyesebbet évfolyamonként, és őket hozzák el a versenyre. Tehát iskolánként és évfolyamonként 3-3 gyerek versenyezhet maximum. Mi lehet az oka annak, hogy ilyen hosszú idő óta már ez a verseny itt él az iskolában? Amikor nagyon sok évvel ezelőtt elindítottuk a versenyünket, akkor ezzel a versennyel egy nagyon kedves kolléganőnkre emlékeztünk, aki nagyon korán, fiatalon hagyott itt bennünket, és az ő emlékére indult a verseny. És olyan nagy népszerűségnek örvendett kezdetektől fogva, hogy ez mindig újabb és újabb inspirációt adott a kollégáimmal együtt mindannyiunknak, hogy megszervezzük minden évben ezt a versenyt. Az évek során változtak a szabályok. Az első években levelezős verseny volt, 4 fordulós, és a döntőre hívtuk be a levelezős versenyen legügyesebbeket. Aztán volt olyan időszakunk, amikor a döntő egy ilyen aki mer az nyer játékra hasonlító társas játék volt, és hát most az utóbbi időkben nyerte el ezt a letisztult formáját, hogy 2 fordulós, mindkét forduló egy-egy órát tart, és 4 feladatot kell megoldani a kezi alatt, az idő alatt a gyerekeknek. A feladatsorokat az iskolai matematika munkaközösség tagjai állították össze. Arra ügyelve mindig, mert szeretjük a saját gyerekeinket is megversenyeztetni, hogy mindenki arra az évfolyamra választ versenyfeladatot, munkát, ahol éppen nem tanít. És akkor így a versenytisztaságát igyekszünk megőrizni ezzel. A Heitler Lászlóné matematika verseny döntője március 6-án lesz a Munkácsiban, mondta el Tótné Nagy Judit.